Szevasztok! A mai napon Detroit Lions nevű NFL csapatnak az előző idényét, idei kilátásait, csapat összeállítását fogom taglalni. Mondhatnám, hogy gorcső alá venni, de megmondom neked őszintén, nem tudom, hogy a gorcső. Csodálatos felfelé ívelő szakaszában van a Detroit Lions, a Dan Campbell érának folyamatos emelkedés. Ezt nehéz lesz folytatni a továbbiakban, de akár még találhatunk is rá módot. Az, hogy meddig jut a csapat, ugye, hát abban már nem sok minden van. Meg lehetne nyerni az NFC-t, mert múltkor kikaptak a döntőben, és akkor a Super Bowl-t is meg lehetne nyerni. Két lépcső maradt, ugye? De hát, hogyha nagyon akarom, akkor ilyen részsikerként meg lehetne nevezni azt, hogy az alapszakasz győzelem nem volt meg az előző évben, szóval lenne egy olyan NFC elsőség, akkor rá lehet mondani, hogy előre lép a csapat, de hát az utána sem mindegy, hogy mi történik. Alapszakasz meccsen ugye meg bármi lehet, akárki megnyerheti, Super Bowl-t azt nem sokan nyerhetik meg, de a Detroitnak kevés lehetősége van már ugye tovább haladgatni. Azok után, hogy az első évben porrá rombolás, másodikban épülgetés, harmadikban meg már támadták bajnoki címet, hát amennyire támadták, ugye, de azért jól elkülöníthető szintjén voltak a mezőnynek. Tökre a végén, valahol a közepén, ugye, pont nem jutottak be 22-ben, 23-ban pedig bejutottak, és hát kevés drive-on múlott, hogy nem nyitottak be egészen a Super Bowl-ba, úgyhogy ilyen történelmi 30-40 éves rekordokkal versenyeztek, ami a franchise-nak a aranykorszakát illeti, megidézték. Úgyhogy ez gyorsan halad ez a folyamat, nem nagyon van feljebb, a másik lehetőség ugye, hogy ezt valahogy tartani kellene, az sem van rossz. Folyamatosan ott vagy az élmezőnyben, akkor az egy elviselhető dolog, Detroitban nem tudják az milyen, de hogy kipróbálnák állítólag. Lehet mondani, mindenki úgy készült, hogy azért fennmaradni a tetején a csoportnak, ligának, élmezőnyében, azért az rettentő nehéz lesz, úgyhogy a liga első támadó koordinátor távozik. Igen, nem csak, hogy maradt. Maradt. Ben Johnson maradt. Úgyhogy király minden. Tehát ami a leginkább problémásnak nézett ki januárban, az megoldódott, mert nem vitték el az embert. Pedig minden billegű kispadú csapatnál már várják Ben Johnson 2025-ben is. Lehet, hogy nem megy Dallasba. Ó, biztos, hogy nem. Jó neki itt. Mondta neki, jó itt. Oké. Tavaly egy 8. offenszt rakott össze, az előtti évben meg 6. legjobb volt a Detroit, amikor nem jutottak tovább. Úgyhogy az erős. Valószínűleg következő évben is erős lesz, amit majd kitalál mesteredző, mert nem csak hátradől a kanapén, aztán hát király vagyok, hanem javítgatja, még tovább piszkálja, hogyan lehet esetleg tovább erősíteni a taktikát. Játékos anyag elvileg nem lesz akadály benne. Fiatalok fejlődnek, veteránok meg nem fejlődnek vissza. Szóval a tavalyi évben az eredménynek a javulását azt hozta meg, hogy a defense életképesebben működött, mert már 22-ben is tovább juthatott volna a play-off a Detroit, hogyha értelmesebben védekeznek, de hát Aaron Glenn tanítványai, aki továbbra is védelmet koordinálja, 31. helyről előlépett a 21. magasságba. Ilyen jó volt a D kerítés a Lionsnál. Na most látod, ez egy 21. védekezéssel, hát ennyire voltak a Super Bowl-tól, csak hát nem bírta megfogni a Josh Reynolds a labdát. Úgyhogy ez mindenképpen ígéretesnek számít. Nem kellene, hogy messze legyenek idén sem a tetejétől. Ami a problémás területe volt a védekezésnek, még mindig az a
passzjáték levédekezése, abban 25-ek, hogy továbbra is azért könnyen megy a labda. Nyilván azért a Detroit sose lesz első ilyen szempontból, mert domba vannak, könnyű dobni, nyilván azért más csapatoknál, ahol hozzáfagy az irányítóhoz a ballon, hát ott azért könnyebben beesik a szek, de hát a 25-ről azért jó lenne feljebb mozdulni, hogyha itt komolyan gondolják magukat. Futás ellen már bekeményítettek, ott az 5. legjobb futásvédekezés volt, de hát az önmagában azért nem elég. Mondom, kevésen múlott, hogy ez is azért egész messzire elvitte őket, de van hova fejlődni. És azt, hogyha megteszik, akkor hát még közelebb lehet, hogyha Detroitról élcsapatként beszélgessünk a továbbiakban is. A játékos keret az nem igazán gyengül. Szóval egy erős alapról ez azért mindenképpen bíztató. Vannak távozók. Nyilván Chauncey Gardner-Johnson távozik, aki nagy reményekkel jött, kis reményekkel megsérült, nem tudták beépíteni, megy vissza. Jonah Jackson távozik a támadó falból, de helyette jött Kevin Zeitler, tehát ott javulnak konkrétan a guard poszton. Josh Reynolds az, aki elkapó sorból egy valamelyest bizalmi embere volt Goffnak, mert ismert a Ramsből, de hát, hogyha már arról kell beszélgetni, hogy a Reynolds távozása fáj, akkor az a valós probléma, mert akkor nem nagyon vannak mögötte emberek, miközben Reynolds nem olyan ügyes. Tehát elvileg ezt a fajta tudást kellene pótolni a sokaknak, több száz embernek, de hát most nem látjuk, hogy ki lesz az, aki ezt pótolja, ötletek vannak. Meg ugye Sutton is távozott a cornerback sorból, de hát hogy a cornerback sort azt hagyjuk, érted? Ez annyira megerősödött, mert jött Carlton Davis, jött a védőfalba DJ Reader, például még csak 30 éves Reader, kiemelkedő játékos volt a Houstonnál és Cincinnati-nél is. Itt azért egy fontos pozíciót oldhatna meg, és akkor hatással van mindenkire. Nyilván volt draft, részt vettek, azon is hoztak két cornerbacket, hoztak két fiút támadó falba. Én a 10. legjobbnak értékeltem a draftjukat, ami azért nem olyan őrületesen csodálatos, mint a tavalyi, de azért még így is a jók közé való, és nyilván foglalkoztak a kérdéssel, hogy akkor a passzvédekezés az legyen jobb. Legyenek embereik, akik közel maradnak az ellenfél játékoshoz, nem távolról kémlelik, hogy akkor most beviszi, nem viszi. És most erre ugye két kiemelkedő fiatal játékos, egy bizonyított próból játékos, hát mi mást akarunk, ugye? És akkor még ugye a falban, hogyha a Reader jól dolgozik, akkor még inkább a többieknek is felszabadul egy kis lehetősége, hogy hatással legyenek a játékra jobban. Tavaly ugye kiváló volt a draft, ami egy ilyen ellentmondásos megoldásoknak volt a sora, de Jahmyr Gibbs bevált a futó helyén. Brian Branch még jobban bevált a védekezésben, tudott szerelést csinálni, amivel csodájára jártak a játékának, hogy ilyet lehet. Kisgyerek megcsinálja az szerelést. Meg hát ugye Sam Laporta támadta rekordot egy ideig, de mégis nem döntötte meg, hát 1000 yard se jött neki össze alapszakaszba. Nevetséges, hát majd most. Hát az már senki sem érdekel, mit csinálsz második évedbe, Ditka szerint. Fiam Jack, hát ő még kivár, ugye, hogy berobbanjon, de ott van. Tehát linebacker, első év, nem egyszerű, második év, egyszerű, hát most már mindenkit szétdarabolt Jack. Úgyhogy sokan féltették a Detroitot, hogy az előző eresztés az nem oldja meg, nem erősít eleget rajtuk, eleget erősített jelentem, és akkor idén már a kisebb problémákat kell csak kipipálgatni, erre kiváló lépéseket tettek. Támadófaluk szinte állandó, ugye mondtam, hogy a Jonah Jackson távozott, aki egy gyenge pontja volt az ötösnek, tehát a leggyengébb helyett jön egy jobb játékos, Kevin Zeitler, aki 34 éves már, de még mindig erős akarja, úgyhogy félre tudja nyomogatni, akit ő akar. Nem egy hosszú távú megoldás, de hát idén kell nyerni. És most ehhez jobb esélyt ad rövid távon, mint Jonah Jackson adta volna. Futás blokkolásnál amúgy a második legjobb volt a fal Detroitban. Ez azt jelenti, hogy kellene javulni, fiúk, ha nehogyan már, és akkor jött Zeitler, vele meg majd lehet, hogy első lesz.
Most első legjobb futás blokkolással olyan nagyon mélyre már nem mész le valószínűleg, ami a mérleget illeti. Passz blokkolásnál amúgy 12-ek, az kevésbé megy jól, de hát még mindig eléggé épületes, amit elővezetnek, és hát valószínűleg nem fog most lelassulni se a Dekker, se a Regnau, se a Glasgow. Úgyhogy ez megint csak a biztató része. Sok biztató dolog van, de hát érted, ez Detroit. Hát itt az öreg bizakodásnak a városa. Laporta nagyon kellett, hogy megüsse ezt a szintet, amit bemutatott, hogy akár tekinthetünk rá, mint első számú ember adott mérkőzéseken, de akár szezon szinten is, hiába tight endből indul, mert ugye wide receiver kevés van. De egyes csapatok, akár élcsapatok képesek úgy működni, hogy a tight end vonza legjobban a labdát. Most erre hasonlíthat akár a Detroit is, és Laporta kapcsán, hogyha első éves tight endként ezt lehozza, hát minden bizonyal másodévesként is tudja majd, és akkor ő még rafináltabb lesz. Akik szembe jönnek, egyre kevésbé rafináltak, ugye. Nagyon jól néz ki az ő potenciája. Saint Brown hosszabbított, úgyhogy megvan az első számú elkapójuk. Pálya közepét tudják támadni a továbbiakban is kíméletlenül, és a apró termetű megkapta a rekord közeli pénzt, azért nem a Justin Jefferson, de elismerték azt, hogy kiemelkedő dolgokra képes, és ezt honorálják Detroitban természetesen. Az a baj, hogy itt nagyjából vége van a stabil játékosoknak, akik kaphatnak labdát. És hogyha bajnoki címről álmodozunk, akkor ennél azért több kell. Megbeszélgettük az Eaglesnél is, ott még két wide receiver után is szívtam a fogamat, tehát most itt egy van. És Jameson Williams meg az ígéret kategória. Már régóta ígérnek vele kapcsolatban dolgokat. Egy-egy nagy playben persze, hát megbolondít akárkit, de nem tudja fenntartani meccseken keresztül, 60 percen keresztül, offense-defense, és ez azért zavaró. Ki tudja, hogy valaha eljut-e oda. Kellene, hogyha Detroit meg akarja nyerni a bajnokságot. Erről beszélgetünk, érted? Most ahhoz, hogy bejussatok aranyosan a playoffba, hát ahhoz elég. Csak hát az stagnálás, visszalépéshez vezethetne. Úgyhogy Williamsnek be kellene lassan érnie, mégiscsak első kört nyomtak el rá. De hát utána már, érted, kiegészítő játékosok vannak. Calif Raymond, Pippus Jones, ilyenek. Szóval az nem annyira épületes. Lehet mondani, hogy akkor futni kell a labdával, aztán kész. És erre mondjuk készen áll a Detroit. Átnyomják az egész pályán a labdát Montgomery-vel, meg a Jamir-ral, és akkor amellé nyilván Laporta, Saint Brown fogja maga 10 labdáját meccsenként, és nem kell olyan sok utána egy-egy explozív a Jamison-tól, aztán megvan a győzés, csak hát nem mindig fog úgy alakulni a mérkőzés képe, ami nekik ideális lenne, és akkor arra pedig lehet, hogy ráfáznak, hogyha csak ilyen tűzerejük van. A labdát nekik Jared Goff fogja dobni. Hosszabbított Goff is. Bíznak benne. Mondták már, amikor ide cserélték a Staffordért, hogy figyelj, bízunk benne Jared. Hitte is, meg nem is igazából, de most csináljunk úgy. Ez volt az elején, hogy persze, elhiszem én is, meg ti is. De most már tényleg hivatalos. Nem tudom, hogy végig komolyan gondolták-e, hogy ő az emberünk. Hát Brett Holmes imádja, de azért voltak ott hullámok. Most viszont már hivatalosan mindenki imádja Goffot. Joggal. Joggal. Goff pedig imád itt lenni. Detroit mellett szeret lenni egy ember. Hát milyen ritka. Nem olyan ritka, az offense koordinátor is szeret ide járni. Látod? Kiváló munkakörnyezet. Úgyhogy Goff, semmi pénzért nem menne el. Megnéztem a CPOE mutatóját. Ugye van a labdarúgásban a várható gólok száma, na most a NFL-ben van a várható pontosság, és hogy a fölött teljesít-e Goff vagy nem. 12. volt a elvártak közül, hogy ki az, aki jobban megdobja a passzokat. Vannak, akik jobban dobják, de azért Goff is ott van az első mezőny, első felében a mezőnynek. Air yardban 27. amennyit a levegőben tölt a labda. Nem nagyon vágja előre olyan nagyon a Goff, de ebből a kombinációból, amikor ad neki a gép, ugye hát itt jön ki az offenzív koordinátornak a zsenie, hogy nem olyan hű, de erős számokból lett egy top 10-es irányító teljesítmény. Szóval ő nagyon kevés hibával lehozza,
és ha megterítenek neki, akkor jön, megoldja, amire szükség van. Ugye Chicago ellen kétszer, a Green Bay ellen egyszer megbolondította őt az ellenfél, egy ilyen 4 hetes periódus alatt, amikor hát rá se ismertünk Jared Goffra, nem illett a többi mérkőzés közé, de hogyha ezt leveszem, ezt a 3 meccset, vagy akár azt is, ami közte volt a New Orleans, ahol egyébként jó volt, liga első quarterback lett volna Jared Goff az osztályzatok alapján. És nyilván ezt nem szabad így csinálni, mert része volt a mintának, de csak mondom, hogy egyébként a szezonnak a nagy részében Jared Goffnál jobban nem nagyon irányítottak sokan. És az azért nyilván belejátszik, hogy eljutottak történelmi magasságokba detroiti szinten. Persze ez nem lett volna így, hogyha nem viszi előre a labdát a Saint Brown, a Jagból, meg a Laporta, meg a Jamir, meg nem hívták volna be a csoda playeket, meg nem támadtak volna negyedikre. Ez így van, de ettől függetlenül a rendszerben csodálatosan működik Goff, higgadt, átlátja, átérzi, csinálja. Többiek elhiszik neki, hogy jól fogja dobni, mert általában jól dobja. Szóval hosszabbítottak vele 4 évre. Most 29 éves Goff, úgyhogy ez még a csúcs teljesítmény, amit ő le fog tenni. Az a fajta játékos, akin a kor nem igazán fog, mert brutális felépítésű. Emiatt nyilvánvaló, hogy ezen következő 4 évben hasonló eredményeket el kellene, hogy érjen legalább. Szóval én értem, hogy miért hosszabbítanak vele. Nagyon sok pénzért, az meg ugye muszáj kategória. Tehát ha már ajánlasz neki, akkor sokat kell. De hát bebizonyított a Detroit, hogy így ebben az összeállításban, ezzel a személyzettel, ezekkel az edzőkkel tudnak nyerni. Legjobbak ellen is tudnak nyerni, megvetik a KC-belieket ugye többek között. Szóval meg lehet indokolni mindent. Majd amikor ott vagyunk a vége felé, hogy ebből mi lett ebből a hosszabbításból, annyi idő alatt, meg mi lett a Ben Johnson nélkül, igen, ami távoli probléma. Most a 2024-es szezonra tekintünk előre, ahol a Detroit jó helyzetben van. Eleve Goff 2-0-ás mérleggel bír Patrick Mahomes ellen, karrierje alatt, szóval. Elég bejutni valahogy, és azon automatikus a gyűrű. Nekik ez itt a nehéz feladat az NFC-t megnyerni. Történelmi idény után most azért elvárások vannak, mint ahogy azt mindannyian tudjuk, de hát menő a Lions. Itt vagyunk most. 4 primetime meccset beírtak nekik, nem számítva ugye Thanksgiving-et, ami hát nem az, de szigetmeccs, plusz 4-szer játszanak délutáni mérkőzést, ugye 22-25-kor magyar idő szerint, amikor azért kevés a kapcsolgatni való, játszanak Dallas ellen, Buffalo ellen, kíváncsi rájuk a világ, meg az Egyesült Államok. Úgyhogy ez ad némi terhet nyilván a Lionsnak, hogy most már nem elengedett kézzel mennek, mint az előző években, de hát szerintem ezt ők megoldják. Új helyzet, őket ostromolják, ugye nem ők mennek a liga után. Nehéz a konkurencia, ugye, nehéz a Jordan Love ellen, aki hát már megalapozódott, és teljes szezonban majd jól fogja irányítani az ellenfelet, okay. Meg a Caleb Williams, hát micsoda tehetség. Be vannak-e szarva? Hogy érzed, Dan Campbell? Hát nagyon be vagyunk szarva ezektől, ne haragudjál. Fiam Jack, mit tudunk erről Lovelore? Lerúgom a veséjét. De tudja mondani Dan Campbell, hogy a küldetés még nincs kész. Hajtja a fiúkat tovább, nem nyerték meg a gyűrűt. És akkor hiába jutottunk el ide együtt, veletek, Reeves Maybin, meg Jared Goff, Jerry Jacobs már nincs itt a kezdeti szenvedésből, nem lett meg a gyűrű. Ott vannak, élcsapat, de nem ez a cél, hanem az, hogy előbb-utóbb ott legyenek a bajnok. És az előző évben, akárhogy nézzük, nem ők lettek. Úgyhogy továbbra is futni kell, ütközni kell, hajtani kell, edzésen. Nehéz munka, de hát most figyelj, azért válogatták össze ezt a magot, mert ők érzik Detroitben, hogy hogyan is gondolják el felsőbb vezetésben, hogy ezt a csapatot még jobban meg kell hajtani a végéig, mert csak úgy lehet eredményt elérni. Nem gondolom belekényelmesednének, nem gondolnám, hogy Campbellnek elmozdulna a mojója. Mindenki imádja, és hogyha azt mondja, hogy fiúk, ezen a következő héten is oda kell tenni magadat, oda teszed magadat.
teljesen jól működik. Megsérült sajnos Badgley, a kicker, aláhúzva sajnos, hogy most van kicker? Hát nem igen van. Jake Bates nevű ember van, aki a UFL-ben rúgott, egyetemen meg valami kirúgás specialista volt csak. Egyszer berúgta messziről, úgyhogy ez a kicker szituáció. Kevés rugdosódásra számítok ebben a szezonban is. 23-ban csak a Carolina támadt többet negyedikre. Úgyhogy ezek a nagymacskás csapatok, ezekre vigyázni kell, de Carolina seg utolsó lett sajnos, úgyhogy nagy lemaradásukban hát muszáj volt támadni. És a Detroitnak nem volt muszáj támadni, mégis mentek. 34%-ában támadtak negyedik kísérletre, ami történelmileg első. Szóval ez a mentalitás, ez megmarad. Hiába él csapat, Campbellék mennek saját térfélen, legtöbbször mennek negyedikre, vörös zónában szintén menni kell. Field goal helyett. Field goal helyett ők támadnak, nem elég közelről berúgni a könnyűt. Ugye kicker megbízhatatlan. Sokszor megbeszéltük, hát rajonleg így hétve az a Bates. Elvileg az egész világ hívta, de hát most érted, vagy berúgja, vagy nem. Abban viszont jól kalkulál Campbell edző, hogy benne is szúvel, ő megbízható, érted, ő megblokkolja a csávót nagyobb eséllyel, mint hogy a kicker eltalálja a kaput. Úgyhogy lesz sok támadás. Ez előny a konzervatív edzők ellen, vakmerőség, ugye józanabbak ellen, mert Campbell túltolja, már akkor is támad, amikor nem lenne kötelező, de ő bízik a fiúkban. Egyes meccseken ez lehet, hogy eredményt hoz majd, amikor nem várnád, máskor meg lehet, hogy elmegy, mert még mindig fotball, még mindig tojással játszanak. De hát egy Kyle Shanahan, Sean McVay féle edzőnek a gyengéje, vagy hát nem féle, hanem akár nekik, az mi? Az a game management, time management. Most nyilván őket túlokoskodni nem egyszerű, de észrevehető, hogy ők ezeket a szituációkat rendre elkúrják. Konzervatívak, rosszkó hívják be az időkérést, ez meg az. Ezzel előttük lehet maradni. Márpedig azért látják, kiket kell megverni. És ezek a manusok, akik hívják a playeket, ugye mással vannak elfoglalva. Olykor belehibázgatnak. Na most a Detroit ilyen szempontból rendben van, mert Campbell nem hív playt. Arra itt van Ben Bá, aki behívja csodálatos playt. Negyedikre meg Campbell fejben friss, számolgat, tud kiabálni a bíróval, hogyha arról van szó, ellenfelekkel, és jó döntéseket hoznak. Megjelenésével Campbell elhiteti, hogy hát ő hülye az analitikához, de hát ezt már nem hiszik el neki az ellenfelek ezen a ponton, kocadrukkerek elhiszik, úgyhogy ez maradt, de egyébként valószínűleg a Detroit ilyen szintű fölényét is megtartja a ligában, ha csak nem kezdenek el hozzá zárkózni a riválisok. De hát ezt a szintű agresszivitást azért kevesen mutatták be. Brandon Staley-nek ugye volt egy szezonja, rendesen meg is kapta magáét, ugye, mert ő nem tudja jól kezelni a viszontagságokat, viszont Detroitban ezen a szinten is remekül megvannak. Coaching részéről, akár taktikusan, akár mentalitás, kultúraépítésben beváltak az emberek, és akik a pályán vannak, azok meg valószínűleg azért legalább olyan jók lesznek, mint tavaly. Ez azért egy elég bíztató kombináció. A legfontosabb elemeket elsoroltam, úgyhogy nagyjából egy névsorolvasás lesz csak, ami az offense-t illeti. Jared Goff mellett két futós felállással küldem fel a kezdő csapatot. Kicsit csalás, kicsit megszorultság, de hogy csak azt nézem, hogy kinek mennyi labda érintése lesz, akkor hát valószínűleg Gibbs vagy Montgomery túl fogja produkálni a harmadik számú wide receivert, legyen az akárki, de hát elismerem, nem annyira hagyományos ez a formáció, idén még nem volt, meg már nem is lesz valószínűleg a maradékra, és hát hogyha három wide receiverrel mennek, akkor valószínűleg Amon-Ra a slot helyéről indul, így most kénytelen felállni a szélre, de felhívtam, azt mondta, nincs ezzel problémája. Goff mögött mindig érdekes a csere irányító szituáció, mert megátkoztam, sajnos elmondtam többször, hogy még sose volt komolyabban sérült, és hagyott ki meccset, és hát tavaly emiatt ugye Kirk Cousins-t elveszítettük, akivel ugyanez megtörtént. Teddyke abbahagyta a fotballt, Bridgewater, helyette
nem igazoltak nagy nevű veteránt, de felépült ugye tavaly év közben Hendon Hooker, aki az előző évben volt újonc, és még soha nem láthattuk, preszezon meccsen sem, mert akkor még lábadozott, úgyhogy hát miatta érdemes ez bekapcsolni a Detroit előszezon mérkőzéseket, de hát azt így is úgy is bekapcsolnád. Nagy meccs lesz, hogy a nem túl eredményes négy Sudfeldet be tudja előzni a depth charton. Most még akármit mondanak, igazából ez nyitott kérdés, de hát hogyha Sudfeld lesz, akkor a liga egyik, ha nem a legrosszabb csere irányító szituációja a Detroité, hogyha Hookerrel mennek, akkor az meg kipróbálatlan, de valamivel izgalmasabb dolog. Nagyon reménykednek nyilván, hogy Goff maximum az utolsó két fordulóban fog ülni, amikor már megvan az összes mérkőzés, és a 100%-os mérlegüket nem tudják behozni az ellenfelek. Ha mégis bekerülne a pályára Hooker, akkor azért másfajta, mert rendkívül mobilis, messzire erősen dob, de hát ezt tudjuk, hogy Malik Willisnek nem segített sokat. Lenne dolga offenzív koordinátornak, de hát van, aki azt mondja, hogy most is sok dolga van, mert ugye Goffot se lehet magára hagyni, de azért talán ő már így közel a 30-hoz jobban átlátja, mi történik a pályán. Futókon nem sok ragozni való van, David Montgomery inkább erőből oldja meg, Jahmyr Gibbs inkább zsiványságból, ritka, hogy egyszerre legyenek a pályán, de hát még az sem kizárható. Jókezű Jahmyrt muszáj bevonni a passzjátékba olykor, területet teremteni neki, hát akkor már igen nehezen viszik le. Craig Reynolds, aki a hagyományos cserefutójuk még itt van, illetve elvileg Sione Vakit is futónak írják, aki a Utahban safety-nek indult, de néha beállították támadni, és hát azok voltak a legjobb meccsei. Most én azt gondolom, hogy prospectként Vaki inkább safety-ként értelmezhető, mert olyan kicsi a minta támadásban, de hát simán kinézem Kembülékből, hogy 10-10 snapre beküldik támadni, védekezni, csak hogy ilyen vicces legyen, miközben meg a produkciója az a pótolható kategória, és inkább csak a special teamben fog sarabolni, de azért meg kell jegyezni, hogy benne van, esetleg Vaki támadásban is kap majd egy-két snappet, de hát semmiben sem jobb, mint akik előtte vannak a depth charton nyilván. Támadó falban megbeszélgettük, hogy mi a Steiss. Zeitler olyan szintű teljesítményt hozott évről évre, amit azért Jonah Jackson nem. És bár nyilván bizakodik a Rams a leszerződtetésétől, ez első évben még nem biztos, hogy akkora győzelem lesz, mint a Detroitnak Zeitlernek az aláíratása. És hát hogyha odaállítod Regno közé és Sewell közé, hát eleve nem olyan nehéz focizni, így meg aztán egy rendkívüli domináns hármas állhat össze, főleg jobb oldalon várhatjuk, hogy ott ledózerolnak mindenkit, de hát Glasgow-nak, Deckernek sem kell nagyon szégyenkeznie, hogyha saját karrierjükről van szó, és ugye a mélységgel is igyekeztek foglalkozni, hiszen draftolták Christian Mahoganyt a Boston College-ből, akit hatodik körig engedett a liga, hogy lecsúszson, miközben én azt gondolom harmadik körben sem lett volna már túlzás az ő kiválasztása, és egy viszonylag pályakész gyereknek tűnt számomra. De ehhez képest itt nagyon messze van attól, hogy beálljon, de egy-két csapatban ő szerintem kezdő lenne liga szinten, úgyhogy luxus kategória, még hogyha rookie is, és hát mindig ilyenkor hozzá kell tenni, hogy lehet, hogy nem érti majd, hogy mi van a pályán, de szerintem érti. Manu egy érdekesebb projekt figura, ugye, aki hát végtelen izomzattal és atletikussággal bír a kanadai egyetemi ligából, ahonnan nem szoktak draftolni se játékost, nemhogy bármilyen formában szerződtetni, de hát Manunak olyan adottságai vannak, amilyennel ritkán találkozik az átlagos faledző, úgyhogy ő a laborban készül, valószínűleg nem a pályára, de ha azt látják rajta, hogy a edzésen kicsinálja a konkurenciát, hát akkor nem lehet sokáig kívül tartani a zöld gyepen, de nincsenek rászorulva, hogy őt beépítsék. És ugye a tavalyi évben rotációban, illetve hát muszájból beálló Avosika vagy Sorsdal nem az a szintű játékos belül, akit ne lehetne kiszorítani. Nyilván Mahogany nagyobb prospekt náluk, Manu, hogyha esetleg belül próbálkozna, küllemre megvan neki a gárd beütése, akkor szintén beelőzheti az adott embereket.
Még ugye a szélen Skipper az, aki nevet csinált magának a Cowboys ellen, nem csak mint hatodik ember, hanem hogyha muszájból tekült kell játszani egy-két snapre, akkor akár ott is. Lehet, hogy őt használják majd fel. A Csere Center poszton egy érdekes kísérlet van, ugyanis három újonc versenyez. Ezek közül nekem Clemens a favoritom, de hát hogyha a másik kettőnek jobban megy, ám legyen, ugye itt lényegében a nevet azt letakarják a mezen, csak hát valaki teljesítsen jól. Ragnault nem fogják kiszorítani, de más nem, akkor gyakorolni azért megtartanak majd biztos egy fiatalabb gyereket. Sam Laportától és Amon-Ra St. Brown-tól kell a remeklés, el is várjuk. Laporta mögött ugye Brock Wright továbbra is a Titan, szóval hogyha kihagyna meccseket az Iowa-i, az nagyon nagy probléma. Illetve hát a wide receiver rotációban a már emlegetett Peoples Jones lehet egy érdekes figura, akit ugye évközben szerződtettek. Ezáltal a beépítése az hát nem lehetett egyszerű, talán majd most, hogy kezdettől fogva tanulja a rendszert, összeszokik a fiúkkal, lehet még egy lépés abban, amit ő hozzá tud tenni, mert hogy az első idényében volt neki 5 elkapása a Lionsban, miközben ugye hát a Clevelandben volt olyan idény, amikor 61-et kapott el, szóval azért képes rá Peoples Jones, hogy részese legyen a támadó játéknak, de eddig nem volt az. Így olyan Reynoldsot elengedték, aki egyébként elment Denverbe gyűrűt nyerni, valószínűleg egy pár százezerrel többet ajánlottak neki. Készen állnak rá, hogy ezt a munkát valaki megörökölje, valószínűleg az, hogy Peoples Jones lehet az emberük, mert ugye Calif Raymond eddig is játszott, és ő ugyanazt a szerepet tudja továbbiakban is csinálni, olyan sok mindenre nem alkalmas az ő fizikuma, és akkor így jöhet a képbe Peoples Jones, de egyébként meg lehet, hogy arra is rászorulnak, hogy valami kisnevű UDFA vagy másodéves megkavarja kicsit az állóvizet. Nekem nem szúrja ki a szememet senki ezek közül. Isaiah Williams-t ugye ismertem, aki az Illinois-ban egy jó slot receiver volt, de hát pont arra nincs szükség. Szóval ez egy kulcspontja lesz valószínűleg a Lions támadó játékának, hogy oda felnője valaki az egészen nyilvánvaló nevek mellé. Sokkal több a mozgó alkatrész a védelemben. DJ Reader egy régóta problémás posztot hivatott megoldani a falnak a közepén, aki mellett ki tud teljesedni majd Alim McNeil is jobban. Negyedik éve már ugye McNeilnek, és egyszerre jöttek Onwuzurikével, utóbbi minden évben csak itt a beharangozó adásban kerül szóba, mert egyebet nem csinál, már pedig hát annak idején tőle várták volna a megváltást, amit hát nem hozott meg, de majd Reader a veterán tudásával, erejével minden bizonnyal kitesz a pályára, és a játék minden elemében előrelépést jelenthet. Mondom, azt is beszámolva, hogy körülötte a többiek jobban fognak szerepelni. Megsérült sajnos John Kominski a rotációból, már most elveszítették a kívül-belül hatásosan dolgozó Kominski metódust is kidolgozó falembert, úgyhogy ennyivel kevesebben vannak, de nem annyira szűkös a rotáció. Egyrészt ugye a fal belsejében Mekai Wingo-t draftolták, aki egy alulméretezett fiú, ezáltal nagyon kis lyukakba akar majd belépni, beszrásolni. Ebben ő teljesen korrekt, egydimenziós, de hát Detroitban azt az egydimenziót kérik, és hát sokan kimentek előtte, akik ugyanezt tudják poszttársai közül, úgyhogy árérték arányban még nagyot tud szakítani szerintem vele is Lions. Tavaly választott nose tackle-t Broderick Martint egyáltalán nem láttuk a pályán. Valószínűleg ezután sem ő fogja meghatározni majd, hogy mi történik a gyepen, de hát kerettagként nyilván azért valamit szeretnének tőle, ha már rányomták a harmadik kört, de lehet, hogy edzésen eleget láttak belőle. A szélen nyilván Aiden Hutchinsonnak a helye megkérdőjelezhetetlen, és hát régóta nyomozzák, hogy a túloldalt mi legyen, ki legyen, miközben Hutchinson igyekszik azért oda keveredni a liga élmezőnyébe a saját posztján, azért ez könnyebben menne, hogyha túloldalról is jönne némi fenyegetés. James Houstonnak a sérülése miatt, ugye az előző évben
másokat is ki kellett próbálni több ízben is, mint szerették volna. Most Houston egészséges, és hogyha felhozza azt a teljesítményt, amit az első idényében láttunk, akkor már is jobban állnak, mert egy ilyen szituációs pestreserként ugye ő nagyot durrantott az elején, és ezt az előző évben nem nagyon láttuk. Na de hát Marcus Davenportnak a szerződtetése, amiben leginkább bíznak. Nagyon régóta ligában van már Davenport, ahhoz képest, hogy még most is ígéretként beszélgetünk róla, akár a New Orleans-i, akár a Minnesota-i időkre visszagondolunk, hát sose tudta végig focizni az idényt. Amikor fenn volt a pályán, jól játszott a legtöbb esetben Davenport, de hát róla már nem túlzás mondani azt, hogy sérülékeny, mert akinek minden évben baja van, hát azt talán már nehezen hárítja ezt a stigmát, de hát figyelj, mi van, hogyha egyszer lehozza a szezont teljesen egészségesen? Az azért nagyon nagy győzelem lenne. Kalkulálni nehéz vele, de ha már 14-15 meccsről beszélünk, hát az is karrier csúcs lenne majdnem, de hát az meg azt jelenteni, hogy folyamatosan van egy megbízható második embere a Lionsnak, mert itt annál több nem kell. Úgyhogy az ötlet, az szerintem teljesen rendben van. Fizetése miatt hát van, aki még mindig azért berzenkedik, de ennyibe kerülnek a játékosok. Szerintem Davenportban van még egy olyan kifutás, hogy akár felveheti a versenyt egy-egy meccsen Hutchinsonnal képességei, atletikussága alapján, de azt is megértem, aki hát abszolút elutasítja már ezt a fajta kísérletet, és úgy van vele, hogy Davenport használhatatlan hosszabb távon. Mondom, elég, hogyha egy szezon jól sikerül neki, és most erre berakott egy lottószelvényt a Detroit. Mögötte lévők közül nyilván Pascal, aki erre kívánkozik, hiszen ő Hutchinson kortársa, erős oldali játékosként nyilván más erényekkel bír, abban korrekt, nem lépett olyan nagyot előre az előző idényben, úgyhogy kellett játékos elé, de hát kiegészítőnek, cserének elfogadod ezt a fajta manust, akinek talán még nincs is vége, és belülről is akár meg tud indulni harmadik kísérletre, hozzátéve, hogy arra is azért van már külön emberük. Fekete lovak közül van ugye hagyományos UDFA, fekete ló Nate Lynn, akit én nagyon kedveltem a William & Mary-ben, illetve Matthew Betts, még egy érdekes karakter lehet, aki a Lionsban játszott egy országgal északabbra, és megdöntötte a SEC rekordot kanadai pass rusherek közül. Karrierje csúcsán van, teljesít képessége csúcsán, szóval, hogyha most nem tud bekerülni itt a négy downos ligába, akkor semmikor, de kiemelkedő fizikummal és hozzáállással rágja át magát az embereken, úgyhogy engem rettentően meglepne, hogyha Matthew Betts nem tudna legalább egy rotációs szerepkört kiharcolni magának, mert azért ő UDFA-kkal, fiatalokkal versenyez, miközben egy hidegvérű, eredményes profi. Valószínűleg nem lesz hosszú távú már az NFL karrierje, de az 53-as keretet az ilyen embereknek meg kellene csípni. Van annyira tehetséges. Eleve Kanadában nehezebb játszani edge játékost, mert a neutrális zóna az nagyobb. Mindenki emlékszik a Cameron Wake jelenségre. Szóval még Betts nem írom be a kezdőbe, de egyébként nem lenne olyan durva, hogyha Davenportot is veszélyeztetné. Sokat jelenthet majd a Lionsnak, hogyha Jack Campbell megteszi a következő lépést a linebacker sorban, és egyre jobban hasonlít majd Iowa-i önmagára. És az első évben is futást azt letaposta ügyesen, coverage-ben voltak bizonytalanságai, de ez ahogy telik múlik az idő, egyre könnyebben elmúlik majd. Anzalone egy bizonyított, stabil társ mellette, úgyhogy ez a páros már összeszokottnak is mondható. Heveny rotációról van szó azért, ami a linebackerek esetében nem annyira gyakori, de Campbellt sokszor lehívták. Én azt gondolom, hogy egyre ritkábban lesz így, és egyre nagyobb terhet raknak rá, és ezzel élni fog majd Jack. És egyre kevesebbet fogjuk a pályán látni így a Reeves Maybint, vagy a Derrick Barnes-t, vagy Rodriguez-t. És Anzalone megtalálta a számításait, jól játszik a rendszerben. Hogyha Campbell is hasonlóan jól játszana, akkor pedig már nem sok mindent lehet az ellenfélnek kitalálni, ahogy átjátsza ezt a Detroitot, mert mondom, a secondaryt azt eléggé ráncba szedték. Carlton Davis a Tampa Bay-ből érkezik, úgyhogy ő
nagyon éli most az NFL világát, folyamatosan élcsapatból élcsapatba kerül, és hát itt első számúnak írjuk nyilván, tehát a nehezet azt majd tőle kérik, de egyébként az első körös Terrion Arnold olyan képességekkel bír atletikusságban, hozzáállásban, hogy ellene se lesz egyszerű. És ugye Alabamában hasonló szituációban volt, mint második számú indította az idényt, aztán az év végére kiderült, hogy ő a legjobb játékosuk adott szerepkörben. Úgyhogy Arnoldtól nagy lépéseket várok, megfelelő adottságai vannak hozzá, hogy ne égessék agyon első évében, de valamelyest azért bebiztosította magát a Lions, mert ugye Rakestraw-t is draftolták második körben, és hát nekik mindegy, hogy kiválik be, és lehet, hogyha Rakestraw-nak jobban sikerül a tábor, vagy a szezonnak az eleje, akkor ő kap több szerepet, édes mindegy igazából. Lényeg, hogy valaki ott maradjon az emberrel, de lehet, hogy mind a ketten jók lesznek. Azt azért nem gondolom, hogy valószínű, hogy mind a kettő elrontsa a karrierjét, még hogy az egyik mellé is menne, úgyhogy ez egy épületes megoldás, és ugye Mosley még mindig kerettag, aki tavaly szintén korán kidőlt. Még már pedig, hogyha felgyógyulna és úgy játszana, mint a Ninersnél, akkor meg ő a kezdő valószínűleg az elején, nem pedig Arnold, és ez megint csak egy biztató dolog lenne, hogy ilyen erős felhozatallal megy a Detroit, és már nem a Wildort kell beküldeni adott esetben. A slot helyén Brian Branch helyezkedik, én itt ebben a formációban őt írom a slotba, bár tud játszani safety-t is. Amik Robertsont igazolták le egy kis pénzért a Raiders-től, aki meg csak a slotban maga biztos, de nem kötelező beállítani a legtöbb snapre. Én azt gondolom, hogy Melifonwu eleget bizonyított limitált mérkőzés számmal, hogy őt fenn kell tartani a pályán, mert playmakernek tűnt, amit azért nem számoltottam ennyi év távlatában, de megtörtént vele. Nyilván Kirby a parancsnok, szóval ott a free safety az eldőlt, és hát Brian Branchet pedig közel kell tartani a line of scrimmage-hez, az akcióhoz, mert hát ő az, akin azért nehezen megy túl a csávó. Úgyhogy Melifonwu-t inkább safety-ként, Branchet pedig a slotban írom, de akármilyen megoldásra volt példa, és jól működtek ezek a fiatalok, legkevésbé Melifonwu-ra számítottam, de ő is nagyon szépen eredményesen tudott dolgozni. Akár ezt egy három safety-s formációnak is lehetne hívni, és akkor ebbe akár Vaki lehetne cserejátékos, akit a futóknál már szóba hoztam. Hogyha valami miatt izgulok a defense-t illetően, az leginkább a koordinátor Aaron Glenn, aki szerintem olyan sokat nem bizonyított, hiába imádják a stábban, meg a játékosai is állítólag, azért egész jó tehetség alapot kap, és ezt azért nem kellene félre menedzselni. Ebben azért van egy kis félelmem az ő kapcsán, de hát most már tényleg ott vagyunk, nehezen tudna rossz játékost a pályára küldeni, ami azért egészen őrületes ahhoz képest, ahonnan indultunk, még akár két évvel ezelőttről. Special teamben az biztos, hogy Jack Fox a panter, és hát ugye a kicker az már szóba került, hogy itt van ugye Bates, aki messziről elég pontosan rúg, fedett pályán még könnyebb pontosan rúgni, ki tudja mennyi lehetősége lesz rá, de hát nagy long snapper harc is van, mert Scott Daly, a veterán, kapott maga mellé egy UDFA-t, Hogan Hattent Idaho-ból. Ádász küzdelemre van kilátás kettejük között, de hát főleg majd az extra pontnál kell gyakorolni a long snappet. Ami a várható mérleget illeti, 10,5 győzelemről kell döntenünk. Tavaly 12 mérkőzést megnyert a Detroit az alapszakaszban 5 vereség mellett. Sorsolás erőssége 19. a ligában, AFC déliekkel fociznak, futball ünnepe lesz mindegyik, NFC-ből nyugatiak lesznek, egy-két rivális már ott meg lehet leckésztetni mindkét oldalról, plusz Buffalo, Dallas, Tampa Bay. Úgyhogy elkaptak néhány olyan csapatot, amelyik ugye hasonlóan végzett, de a holt szezonban nem biztos, hogy erősödött. Úgyhogy ez a mák kategória, mert ez nem rajtuk múlik, hogy a többiek mit csinálnak. Bye week-jük 5. hét, elég korán, szomorú, és a hálaadástól kezdődően lesz egy keményebb menet, amikor eldől nagyjából, hogy
mi is történik majd velük a csoportban, konferenciában. Ugye Chicagóval játszanak, ahogy ezt megbeszéltük, Thanksgiving, egy héttel később Green Bay, majd Buffalo, ezek mind otthon. Aztán Chicago visszavágó, San Francisco és a Minnesota ellen zárják az alapszakaszt. Úgyhogy főszereplő lesz valószínűleg a Lions a végjátékban, decemberben, januárban. Minden meccs tévés meccs, ahogy azt megérdemlik. Természetesen Dan Campbell kapcsán nincs kérdésem, hogy összerántja majd ezt a 24-es brigádot is, úgyhogy megadom nekik az overt nyilvánvaló, még hogyha vissza is esnének tavalyhoz képest, 11-et nyernek, hát még az is elég, hogy bejöjjön az over. Hogyha lehozzák ugyanazt 12 győzelemre, teljesen jó eredmény, kiemelkedő eredmény liga szinten. Úgyhogy több nem kell igazából, már azzal is boldogok lehetnek, de hát nem lesz egy egyszerű menet azért. Ebben a csoportban, még hogyha át is épít a Minnesota meg a Chicago, azért egy kompetitív átépítés, tavaly ugye volt bajuk a Bears-szel, Eberfusszal elsősorban, úgyhogy az azért kiemelendő, hogy itt a vége felé játszanak velük kétszer. Na de hát Green Bay jelen mindig nehéz. Úgyhogy a csoportnak a megvédése is kihívás önmagában. Még azt nem is nézve, hogy akkor mindenkit beelőzve NFC-t nyerjenek, meg Super Bowl-t, meg ez, meg az. Apró lépések. Azért nem arról híres a Detroit, hogy egymás után nyeri a konferencia bajnoki címeket, aztán csak úgy lógnak a zászlók. Egyelőre ezt kellene valahogy megoldani, de szerintem ennél többre is alkalmasak, és csoporton kívül is el tudnak majd tángálni jó néhány gárdát. Úgyhogy megadom az overt, és akkor találkozunk velük is újra a rájátszásban. Nincs playoff Lions nélkül. Így van ez már 95 éve. Ennyi volt a mai adás. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Külön köszönöm azoknak, akik itt vannak, minden egyes nap lájkolják, hozzászólják a videókat, és akár támogatják is a patreon.com-on. Csak így tovább. Köszönöm szépen a bizalmat mindenkinek, és várlak titeket majd még a záró részekre. Szevasztok!